Köszöntöm Önöket, Hírháttér című műsorunkat látják. Mai vendégem Tóth István, az SKS-e elnöke, alapítója, vagy ahogy mondod, a Jolly Joker-e. Kerékpár sportról beszélünk, és ez talán itt a városban évtizedek óta összefonódik a te neveddel, családoddal. És hát régen beszélgettünk tulajdonképpen, mert ugye ez a vírushelyzet a versenyszezont, a kerékpársport versenyszezonját is alaposan átalakította. Talán júniusban tudtátok elkezdeni a szezont. Hogyan, milyen versenyeken voltatok? Hát a pláne az volt az egészben, hogy nem is tudtunk hazai versenyen indulni, mert nem voltak hazai versenyek. Egyszerűen a szervezők nem merték bevállalni. Épp azért az évet a Szlovákiába kezdtük, ott voltunk kint két szlovák kupán, de hát ott a vírusra, helyzetre való tekintettel is olyan helyen rendezték a versenyeket, hogy repülőtéren, még csak véletlenül sem városba, szétosztva a mezőnyt úgy, hogy senki ne tudjon nagyobb létszámmal csoportosulni. És hát volt egy érdekes hétvégénk, hogy Pöstjénbe versenyeztünk szombaton, vasárnapra már utaztunk le Belgrádba, ott volt a következő versenyünk. Maradj egy kicsit itt a két külföldi eseménynél. Ugye én is olyan furcsán néztem, hogy mintha a versenypályán történne az egész futam. Itt milyen jellegű verseny volt? Tehát időfutam vagy kritérium? Hát ez inkább kritérium jellegű volt mindegyik, mert a repülőtér kifutópályáján egy 2 kilométeres körpályát alakítottak ki, és hát ott kellett több kört megtenni, attól függ, hogy milyen korcsoport a... Gondolom, ilyen helyen sem versenyeztetek még meg, talán nem is lehetett volna... Hát ez egy érdekes volt, de én azt mondom, hogy itt ez volt az a körülmény, hogy ez a lehetőség, ahol a legnormálisabban lehetett versenyt rendezni. Felnőttekkel vagy gyerekekkel vettetek részt a versenyen? Mi vagy utánpótlás nevelő klub vagyunk, inkább gyerekekkel, Serdülő most a legidősebb versenyzőnk, és azért ezeken a versenyeken való szereplés azért már azért előrevetítette azt, hogy az országos bajnokságokon lesz keresni valunk. Mert hogy? Mit kell tudni a versenyzőkről, amik ott voltak? Kezdtünk egy hegyi bajnoksággal, ahol a Hans Tomi harmadik lett haladó korcsoportba. Aztán utána, tehát kisebb versenyeink voltak, utána volt egy kéthetes edzőtáborunk lent Kisszékelybe, Tolna megyébe, teljesen nomád körülmények között, amit mi választottunk. De miért megy el valaki Tolna megyébe, Kisszékelyre, vagy Kisszékelybe edzőtáborozni? Mi van ott, amit nincs? Egy az, hogy a légkör teljesen más, azért a csapatépítésre teljesen alkalmas, hogy összeszokjanak az embereink, és tudják azt, hogy kiben mire lehet számítani. A másik az, hogy Tamásiba onnan 10 kilométerre rendezték az országos bajnokságot az utánpótlásnak, és így lehetőségünk volt arra, hogy azon a pályán edzünk, ahol az országúti bajnokságot és a pálya bajnokságot is ugyanakkor rendezték Tamásiba, hogy ott is tudjunk gyakorolni. Mert hogy más arrafelé a domborzat, vagy miért kellett? Hát eleve van domb. Itt felénk legfeljebb a fölüljáron próbálkozhatunk, de az kevés. Ott legalább tudtunk hegyen edzeni. Nem elég a szembeszél? Mert abban meg itt van sok, szóval, hogy nem készít fel. A domb és szembeszél kombinációja az, amit tökéletesen segít arra, hogy felkészüljön az ember egy ilyen versenyre. Ott is gyerekekkel voltál, ha jól tudom, és ahogy mondtad, nomád körülmények, vaságy, sátor, ezt hogyan viselik, amikor a szülők gyerekek? Tehát, amikor a gyerekeknek nagyon tetszik. Én nehezebben viseltem azt a nyekergős ágyat, de túléltük, de mondom, a gyerekeknek kimondottan tetszik, és a pláne az az egészben, hogy jóformán térerő sincs, úgyhogy se wifi, sem telefon nem működik normálisan. Tehát csak a kerékpár? Csak a kerékpár. Délelőtt, délután edzés. Mérhető ez az eredményekben, hogyha mondjuk ott készültök 2 hétig? Szerintem sokat javultunk, bár az országúti része a versenynek az hát részben sikeres volt, az U13-as kategóriában a fiúknál Balaskó Ádám az első helyet szerezte meg, az U13-as lányoknál a Tarcsai Boglárka az harmadik helyet szerzett ezen az országos bajnokságon. A haladó fiúknál vártam volna egy kicsit többet, ott egy 4. és egy 5. helyünk jött össze, és hát ezt követte a pálya bajnokság, ahol
hát a második, harmadik helyeink azok töménytelen mennyiségben voltak. Most mi a különbség egy ugyanolyan versenyhelyszínen, hogyha pályabajnokságról beszélünk, meg egy országúti futamról? Hát az országút az természetesen kint országúton zajlik, egy 22 kilométeres körpályán. A pályabajnokság az egy kiépített kerékpáros pálya, ami 400 méter hosszú, döntött kanyarokkal, és ott időfutam számokba versenyeztek a gyerekek, ami azt jelenti, hogy egyesével indultak időre, volt 200 méter, 500 méter, 1000 méteres táv. Elégedett voltál összességében az OB után? Összességében igen, mert azért mondom, elég szépen gyűjtögettünk, és hát utána még azért folytatódott, mert tulajdonképpen nálunk nem úgy volt, hogy van egy bajnokság, és akkor azzal befejeztük, minden számba rendeznek bajnokságot. Túl voltunk az országúton, aztán a pályán, és most két hete volt Debrecenben az időfutam országos bajnokság, ahol a korcsoportokhoz képest különböző távokon kellett versenyezni a gyerekeknek időre, egyedül, és ott is hát számomra egy élmény volt az, hogy jó néhány korcsoportban nem volt olyan dobogó, ahol a narancssárga mezt ne lehetett volna látni, akár egyet, vagy akár kettőt is. Melyik versenyszámot szeretik a gyerekek leginkább, hogy látod? Hát ez típusfüggő. Adottságokhoz is mérjük, mert van olyan emberünk, aki a Hans Tomé, aki például kimondottan hegyen tud jól menni a súlya miatt, meg a mérete miatt, vagy ott van vele ellentétben a Gangli Bence, aki egyidős a Tomival, csak kétszer akkora, és ő tud menni pályán, meg ő tud menni időfutamot. Aki ezzel bizonyította is, mert az országos bajnokságon, az időfutam bajnokságon országos bajnok lett. És ott ugyanott Balaskó Ádám akkor duplázott is, mert még egy országos bajnoki címet összeszedett. Ez jelent-e nekik valamit, plusz terhet, kötelezettséget, mikor kerülhetnek szóba a válogatottság környékén ezek a sportolók? Az a helyzet, hogy utánpótlásban annyira nem erőltetik ezt a válogatott dolgot. Most már serdülőben azért van kibontakozóban, van egy versenyző, a Farkas Máté, aki az időfutam OB-n is negyedik lett. Utazott volna most a hétvégén nem Csehországba válogatott versenyre, de hát sajnos ez a szabályozás, ez most keresztül húzott minden számításunkat, úgyhogy külföldön már nem hiszem, hogy idén versenyezni fogunk. Viszont lesz még versenyetek a közeljövőben is, hogyha jól tudom. Hát most azért besűrűsödtünk, a hétvégén megyünk egy országos kritérium bajnokságra, Békés Csabára, és utána még egy jó néhány amatőr verseny, ami azt jelenti, hogy olyan október végéig versenyezni fogunk. A kritérium bajnokság miben különbözik az országútitól meg az időfutamoktól? Hát ez egy zárt pálya, ha jól emlékszem, akkor másfél kilométeres a pálya, és hát ott kell körözni, és a kritériumban nem az az első, aki az utolsó körbe először átér a célvonalon, hanem már közben is pontokat kell gyűjteni, két körönként, három körönként van részhajrá, ahol az első négy kap pontot, és a végén, akinek a legtöbb pontja van, az nyerte a versenyt. Ez mindenféleképpen izgalmasnak is tűnik. A közönség mennyire szereti az ilyenfajta versenyt? Hát eleve látványosabb. Egy országúti versenynél most téged elküldenek 50 kilométert, kimész egy óra múlva visszajössz, meg volt a befutókész. De egy kritérium versenynél, ahol 3 percenként elmennek előtted, akkor azért az úgy sokkal látványosabb. Egy kérdés fogalmazódott még meg bennem, valamilyen szinten érintett szülőként, hogy és műsorvezetőként, hogy az miért van, hogy minden egyes ilyen versenyre nagyon sokat kell utazni? Tehát miért nincs a környéken kerékpár verseny? Hát ez lehet, hogy az én hibám is, hogy nem rendezek versenyt. Hosszú éveken keresztül csináltam, amióta én átvettem 20 éve az egyesületet, akkor hogy azóta abban az időben 29 országos bajnokságot rendeztem, 6 országos diákolimpiai döntőt, és egy kicsit belefáradtam. Na és mibe? Tehát maga a szervezés az, hogy csinálsz egy ilyen, egy évben például csináltam egy országos diákolimpiai döntőt, egy kritérium országos bajnokságot, egy páros időfutam bajnokságot, plusz még mellette a béketúrát, és még akkor mellette minden nap edzést csinálsz. De csináltad mellé szövetségi szinten is az utánpótlás koordinációt, alelnöke voltál a szövetségnek.
Igen, most be kell, hogy valljam, volt egy időszak az Egyesületnek, amikor tulajdonképpen úgy lekerültünk a mélypontra. Ez pont az az időszak, amikor én alelnökösködtem a szövetségbe. Minden időmet elvitt a szövetség. Nem volt időm a gyerekekkel foglalkozni. Most egy 2 éve megfogadtam, hogy csak a gyerekek vannak, semmiféle posztot, semmiféle hivatalt nem vállalok el, csak a gyerekeimmel foglalkozik, és meg is látszik az eredményünket. Neked hány országos bajnoki címed van? Nekem csak 10 van. Csak. Hányan vagytok most, csak hogy beszéljünk az 25-en vagyunk ebben a pillanatban. Az nagyon soknak tűnik egy első. Sok. Egyedül vagy rá? Sok, és teljesen egyedül csinálok mindent. Ez hogyan ha versenyekre utazunk, akkor a szülők besegítenek. Van egy-két szülő, akire biztosan lehet építeni ilyenkor, mert szállítóeszközbe, saját autóval jönnek, segítenek. Ott a versenyen is azért segítenek kísérni a versenyt. Mi vagy több korosztály vagyunk, egyszerre nem tudok mindenhol ott lenni, és azért beosztjuk egymás között, hogy ki mit kísér, hol segít. És hogy áll az Egyesület anyagilag? Vannak támogatók, akik mögötte vannak azért? Ebben az évben mondjam azt, hogy az önkormányzati támogatáson kívül, ami meg lett felezve negyedelve, meg egyéb ilyen dolgok, azon kívül tulajdonképpen bevételünk egy fillér nem volt. Az összes támogatónk eltűnt, egyetlen egy támogatónk maradt meg, aki még az év elején legyártotta a mezeinket és a nadrágjainkat, azon kívül senki nincs ebben a pillanatban. Hát a helyzet, koronavírus helyzet okán mi? Hát mindenki erre hivatkozik. Biztos, hogy van benne valami igazság, de mondom, az idei év az... Annak ellenére sokkal több eredményünk van. Jó, tavaly évben 49 versenyen voltunk. Az idei évben körülbelül a fele lesz. De hát ezt most mind próbáljuk úgy megoldani, hogy amit tagdíjat befizetnek a gyerekek, az általában elmegy arra, hogy én motorral kísérek, van a műhelynek egy költsége, plusz még az autóba beletankolom, amikor visszük őket versenyre. És a szövetség nem támogatja a vidéki egyesületeket? Nincsen? Volt egy érdekes megmozdulása a szövetségnek, volt egy pályázat, egy lendület nevezetű pályázat, amire beadtam én is a papíraimat, és teljesen másképp bírálták el, mint ahogy a papírforma hozta volna. Egyetlen egy egyesület kapott 24 millió forintot, a többiek semmit. Ez mindenféleképpen érdekesen hangzik. Még egy dologról beszéljünk, elnézést, lesz-e béketúra, eldőlte már, hogy... Hát sajnos a vírus az keresztül húzott minden számítást, tehát szerettük volna tartani a májusi időpontot, amikor mindig is volt a béketúra, akkor nem lehetett. Akkor toltuk, kiírtuk a szeptember 5-ét, hogy akkor majd szeptember 5-én, aztán hát ebbe az a nehéz, hogy itt 3 országot kell koordinálni. A 3 országnak a szabályait kell figyelembe venni, és az osztrák és a szlovák partner is azt nyilatkozta, hogy augusztus 31-jel tud nyilatkozni, hogy 5-én tudunk-e rendezni. Ebbe az a gond, hogy nincs olyan hivatal, meg olyan szerv, akinél te 5 nap alatt el tudod intézni az engedélyeket, hogyha ők azt mondják, hogy most csináljuk. Közben jött ez a szigorítás, hogy akkor mi sehova nem utazhatunk. Akkor még arról beszéltünk, hogy csináljuk egy jelképes béketúrát, hogy azért legyen idén. És egy olyan felállásba, hogy egy szlovák, egy magyar, egy osztrák kerékpáros letekeri a távot. Tehát sajnos most a mi magyarok ebből is kiestünk, úgyhogy sajnos ez a megmozdulás elmarad, és most már úgy vagyunk vele, hogy sajnos el kell, hogy engedjük idei évre a béketúrát, jövőre majd megpróbáljuk. Legyen így, azt kívánom, további sikeres versenyzést kívánok az SZKS-ének. Tóth István elnöknek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, önöknek azt, hogy bennünket választottak. Kollégáim nevében búcsúzom, viszontlátásra!